kezdjük el, hogy mit is hoztál nekünk ide. Hát egy Lada 2105-öt, ismertebb nevén Lovrusian. Hogy jött? BMW és Lada között vaciláltam, hogy mi legyen. De lebeszéltek a BMW-ről, mert hogy ne vegyek, mert hogy tanuló autónak tökéletes lesz majd a Lada. Ugye apának is 36 M3. 3-2-t terveztem, ma is az volt az álom. Végül lett a Lada. Abból lett az, hogy egy leültetem, egy felni, mi és ennyi. Vetted, igen. Ugye, hogy igen, és akkor jöttek apránként folyamatosan a dolgok, hogy hogy legyen, meg mint legyen, úgyhogy végül ez lett belőle, de mondom, úgy indult az egész, hogy veszek egyet, hogy 100 000-ért, leültetem, aztán leszaladta egy felni, és kész. De hát abból lett a fényezés, lett a felni, akkor lett a beltér, így apránként. Hát nekem motorváltó ott is volt, ha van valami. Hát a motor az meg úgy indult az egész, hogy 1-3 C marad, mert sokat eszik. Onnan nem lesz benne nagy motor. Utána havernak volt egy 1-3 C, vagyis 1-6 zsugor. És akkor azzal úgy történt, hogy mondta, hogy kurva sokat eszik. Végül rájött, hogy amúgy nem eszik sokat, mert ő csak arra használta, hogy kimegy csapat vele, és akkor... Hát úgy sokat eszik. Úgy sokat eszik, de utána elkezdte használni úgy normálisan városba, és akkor rájött, hogy nem eszik olyan sokat. Igaz, járda? És akkor úgy jött nekem is, hogy 1-6 C, megcsinálom én is a gyári motorját, és akkor mondták azt, hogy hosszú távra a zsugor motor nem olyan jó. Mondom, jó van akkor. Akkor legyen belőle 1-6 lánc. Az 1-6 láncból lett 1-7 injektor. Az 1-7 injektorból lett 1-7 Delorto, ami igazából egy versenymotor. 130-140 ló körül van. Még nem volt padom. Méter 130-140 körül van. De hát a motor is érdekes, mert össze lett rakva, aztán hengerfélyes lett, aztán a főtengely repett, aztán most működik. Szerencsére be is kopogom. Semmi baja, semmi probléma. A váltó az helyén egyes tolókerekes, 20-21-es kiosztású. Az igazából úgy történt, hogy azt havertól vettem meg, mert 5. helyén egy volt a terv. Aztán kipróbáltam ezt, ez jobban megtetszett, megvettem tőle. És akkor használtam, de bejáratás alatt, amikor járattuk a motort, akkor szétpergett a váltó. A csapály benne szétpergett. Az meg lett csináltatva. Aztán, amikor most visszakapta a forgalmiát, akkor elmentünk. Hát, bükkbe, ide-oda, de akkor már csak light is, gurulós tempóba. De valamiért szétesett megint, de akkor már úgy, hogy a fogaskerék darálta le, és akkor ugye nem hajtott ki. Utána elvittük Higanyhoz, ő megcsinálta, azóta jó. Azt is lekopogom, mert semmi probléma nincsen eddig vele. Úgyhogy... Milyen felni ezen akkor rablasz, ugye? Rota Zero Plus. 16? 15. 15? 8 éves. És a fék? Hát az egyelőre gyári. Majd tervezek rá előre 282 vagy 284-es féket. Hátra meg majd. Idővel. Ami, és a tárcsa az, vagy az mi? Mert hogy furt meg Mart is. Vagy ja, az ilyen elvileg, ilyen Lada Sport valami. Ja, aha. Úgyhogy még most így egyelőre meg tudok állni, mert amúgy a motorfék az fog keményet. De meg nem is az, hogy most nem fog, mert volt ezzel veszekedés, hogy gyári fék, nem gyári fék, rallisok is mennek gyári fékkel, csak Brembo tárcsával és akkor DS3000 fékbetéttel. De nekem igazából azért, mert ugye, hogyha benézünk, akkor látunk egy kis tárcsát, de hogyha most én beteszem a 282 vagy 284-es, akkor konkrétan ott lesz végig, ki lesz töltve. És azért az valamivel jobban néz ki, mint így ez a tárcsa. Hát az elég durva, az elég durván néz ki. Úgyhogy úgy igazából annyi. Meg hátul van Nagy Porszkinak a féke. Mert azért
dobfék az igazából szerintem undorító így, hogy szellőzik a fel. Én szerintem, és akkor így lett a tárcsa. Rendszám az hogy pés? Hát mert az novemberbe került ki. Novemberbe lett vizsgáztatva. Ja. És akkor úgy kértem újat. A régi az már csúnya volt. Aha. Egyedit akartam, csak úgy voltam vele, hogy más autón nem lenne jó, hogyha netalántán elvennék a forgalmiát. Úgyhogy inkább hagytam, hogy ez legyen. Aha. De akkor az én is fönn most azért? Elől a nagy maticed, vagy a forgalmim volt novemberben? Vagy visszakim volt novemberben? Hát meg inkább úgy vagyok vele, hogy hát mennyit szenvedtünk vele. Sokat. Mármint a? Forgalmival. Uh-huh. És inkább úgy vagyok vele, hogy így autózható városba, meg nem olyan, nem olyan feltűnő. És akkor így a matrica inkább. Uh-huh. Úgy vagyok vele, hogy szépen lassan elgurulgatok. Jó, azt nem mondom, hogyha valami... Ha neked lenne vagy kormányszög is, nem? Vagy az még gyári? Hát... Kormányszög az igazából az úgy történik, hogy ebben most egy csőlengőkar van, de akár hiszik, akár nem, egy gyári lengőkarral sokkal nagyobb kormányszöget lehet csinálni, mint ezzel a csőlengőkarral, mert ez úgymond nem a drift, hanem csak egy csőlengőkar, de egy gyári lengőkarral a toldót, vagyis nem az ütközőt, azt levágjuk, meg a kormányszöget, nem a kormányszöget. Na most hirtelen nem jutott eszembe a neve. A csavart lereszeljük, és akkor nagy kormányszöget lehet csinálni. És amúgy sokkal nagyobb, mint ez. Küldtél egy videót, és azon azt néztem, most az előbb azt néztem, hogy nagyon nagy volt. Nagy nem tudom. A másikkal szerintem nagyobb. Meg amúgy a másik, hogy a gyári lengőkarral ezután olyan volt, mintha szervus lenne a kocsi. Igen. Hát, azt tudom. Én beültem, és akkor így forgattam, így meg bele kell azért kapaszkodni. Hogy lehessen vele menni. Futómű? Az úgy van, hogy 4 darab vastagszáras bírstein van benne, oda-vissza csillapítós. Hátul ugye a tárcsa, elől a gyári fék, aztán elől zöld szilent van a felső lengőkarba, alsóba piros, hátul meg sárga szilent, poliuretán szilentek vannak benne. Kormányösszekötők ki vannak cserélve, fékcsövek ki vannak cserélve, az első komplet fék ki van cserélve, fékbetét ugye egyértelműen, aztán a két hátsó gátló az fel lett úgymond újítva, mert amúgy se volt régi, de ugye egyik ismerőstől vettem, ő meg rallizik, és neki nem jó a full kemény gátló, így neki puhább volt, így fel kellett azt keményíteni. Azt megcsináltam, és megcsináltattam katonával. A futómű az kávé így ennyi. Ugye mindenki lecserél, full kap új minden a futóműve, teljesen. Meg hát igazából az autó is, mert a színe az igazából egyedi. De képen is feketének látszott, mert még szerintem AMT-esen is úgy láttam, hogy fekete. De ha most nézem, és ez igazából nem teljesen fekete. Nem, hogyha meg van világítva, akkor... Kicsit ilyen barnás talán? Ilyen arany, barna, bronz. Csak hát vannak rajta hibák, szóval azokat majd meg kell csinálni. Fényezéssel. Mert amennyire védem, ahogy akarom védeni, úgy teszem tönkre, mert például le volt fóliázva, vagyis le volt takarva, kijött a izé. Ez a pötty. Aztán le volt takarva MTS után ponyvával, és akkor kijött a motorháztetőn is, de szerencsére van haver, és akkor egy könnyebb polira ki is jön. Annyi a szerencse. De hát, esküszöm. Védem, óvom folyamatosan, és mindig van valami baj. Haverom is így tényleg leponyvázta az autóját. Mindig akkor jön. Haverom is leponyvázta az autóját, úgyhogy a télen is levette, és így nézte, az teljesen karbon. Ez szétvert a ponyva az egész kocsit. Valódi? Aha. Lehet is látni, mert egyszer túl kemény volt a futómű, és akkor lepattant. A szép, a futóműtől? Na, lerászkódott, és akkor... Micsoda volt? A díszlic. Ja. Tejfő barátom adta kölcsön. AMTS-re. Mert még nekem még nincs meg a kagyló. Az ilyen AMTS nem most volt. Hát nem, de ő megépíti az övét. Neki meg szóval nem kell. Így nekem nem kell elő.
Csak az a baj, nem tudom állítani, mert ugye nem a kagylónak van megcsinálva a zárt szelvény, hanem a másik Suzuki üléshez, és akkor így össze kellett eszkábálnom, hogy be tudjak ülni, de viszont hátrébb meg nem tudtam tenni, hogy nekem kényelmes legyen faszán. És akkor most így kiélvezem még most jelen pillanatban. Hidrós kézi ez. Meg van benne egy hidrós kézi. A váltóval is van neked valami okosság. Az tolós. Versenyváltó. Műszerfalon kapcsolók. Hát, ami fel van most kapcsolva, az az USA, mellette lévő az AC, a mellette lévő az a ventilátor, a bal szélső az a fűtés, és az a kis pöcök, az meg a lámpa. Aha, ott meg egy teljes áramtalanító. Igen. Eléggé felül verseny, van újra húzva. Versenygép feelingje van. Most nézem, hogy miért szép fekete. Meg hátul, kb. Mondhatni, hogy vadonatúj bőr belső. De hát úgy voltam vele, de amúgy ezt meg is kaptam másoktól, hogy a kocsinak az összképéhez nem megy a belseje. De igazából kit érdekel, hogy nem megy a belseje a kocsinak a külsejéhez, amikor én csinálom az autót, az az egyik, a másik meg úgy vagyok vele, hogy nem véletlenül van benne versenymotor, versenyváltó, hidrós kézi, meg versenygátló, versenykipufogó. Csak az hát, milyen? Ez úgy van, hogy 62/72-es. Szólnak itt. Ez a vége. Pegazus rendszer. Saváló végig. Beültek ebbe a izébe? Meg ugye 4-1-es leömlő, az meg ott lehet látni oldalt. És akkor arra felmondták, egy ladás gyerek mondta nekem, hogy mi az a valami ott. Melyikre? Ott oldalt. Nem van fújó feketére. Lent. Lent. Jaja. Jaja. Semmi. Leömlőnek a helye. Szakszőr elvezetve? Na úgy kell. Amúgy meg nem kényelmes ez az ülés. Nem. Egy kis sport és annyira rossz. Mert egyébként el lehet csörögni azért. Ezek a kamu bride-okba bele se szoktam férni. Hogy nem vagyok egy nagy gyerek. Olyat akartam. Azt mondják, hogy kényelmetlen. Borzasztóan. Én nem tudok belőle. De és én nem vagyok egy nagy gyerek. Omoló kagylókat akarok, mert hogyha ne talántán valami balul sülne el, akkor SP-s lesz. De ugyanígy marad utcára. És mennél vele versenyre és minden? Semmi. Csak azért lenne SP-s, hogy ne szóljanak. Ja. De hát akkor már úgy lenne, hogy elől is terpesztve lenne, hátul is terpesztve lenne. Hát akkor minden. Meg matrica föl. Ennyi. Meg még nem tudom. Mi van neked bejött a futóra? Mondtad, hogy be van iratva egy csomó minden. Hát azért nem, csomó minden nem. Tőcsavar, nyomtáv, meg az ülések vannak beírva. Azt mert az előző tulaj, akitől vettem, az úgy történt, hogy nem tudta beíratni a 15-ös kerekeket. Már nem volt olyan ismerős, akinek jó gumi volt a 15-ös kereken, és akkor ezért nem lehetett beíratni. Meg az övet se, mert az se volt, de viszont gyári övvel meg szar, mert ez eltart. Nem lehetne normálisan behúzni. Aha. Inkább így van. És ezt hogy sikerült egyébként beíratni ezeket? 2012-ben volt ez. Na ja. Most. Akkor mindegy, mert ez sokkal annyi embert érdekel, hogy... 2012-től még annyival egyszerű volt beiratni, vagy forgalmi dolgokat? Akkor nem volt. Hát akkor kb. Bevitted a kocsit, és akkor csinálták. Most meg már minden hülyeség, barom. Nézzük meg a motorteret közben. Hát a motortér az sokaknak tetszik, nekem amúgy undorító. Igen? Nem tetszik, mert amúgy ugye úgy volt, hogy nem lesz benne motor, így ki se fújja, mert nem fogom mutogatni a motor. Aha. Végül lett benne motor, és akkor nem lett kifújva, csak össze lett így kapkodva. Aha. Volt szürke, aztán unatkoztam, így nekiálltam, beültem, mert nem volt benne motor, nekiálltam, fújós festékkel kifújtam. Feketére. Aztán a motor háztetőt is megfogtam, azt unatkozásképpen kifújtam. Szóval... így. Vannak benne furcsa eszkábálások. Hűtőtéren, de amúgy úgy azért az ott jó összességében fasza 0 kilométeres 21-21-3-as Niva blokkból készült 1.7-es és 1714 köbcentis motor ez 40-es dalortókkal 3.16-os havasi tengellyel az ott minden gyári elnyezésre is Audi TFS-i dugattyúk vannak benne, Audi hajtókarral, könnyített acérlendkerék, és
könnyített, polírozott, centírozott, grammolt az egész motor. Szóval igazából egy kopversenymotor. Azért az... Te melyet hoztad össze egyébként ezt a setupot, teljeset? Őt van neked meg? 2015. december 7-én vettem. 2016. május 14-én lett szétszedve. És 2017. márciusában lett ANTS-en bemutatva. Köszönöm, hogy gyorsan szeretett. 8 hónap alatt. Kb. De úgy, hogy... Mindjárt mutatok képet. Innen. Ja, tényleg te nekem küldtél képet előtte szerintem, nem? Hát azért lett egy kis úgy, változás. Úgy, az egy volt baj. Amikor... És akkor így nézett ki. Azért az ott... És 8 hónap alatt készen lett. Az összkép teljesen. Sokan mondják amúgy, hogy a lemezekkel jobb volt. Igen? Nem tudom. Hát ezzel pedig eléggé üt, szerintem. Jó, de az jobb, ezzel sokkal elegánsabb. Igen, igen, nagyon pontosan. Volt azzal az nagy peremes felnivel. Hát amúgy gondolkodtam rajta, hogy ezt megcsinálom három szélesre, csak még akkor nem volt tudtam, hogyha én meg akarom csinálni három részesre, akkor az minimum 16-17 col. Na, én meg azt hova tegyem? Mert amúgy szívem szerintem hogy megcsinálnám úgy, hogy felvágnám itt az ívet. Aha. És akkor úgy oroszosan faszán, de na, itthon nem lehet. Ívet még meg nem akarok rátenni, mert ezt nekem az nem tetszik. Nem, mert amúgy nem beton kemény, hanem kényelmes. Annyi, hogy nem rugózik annyit, de egy jobban pakol minden. Igen. Az borzasztó. Úgyhogy... Versenygyertyák vannak benne. Milyen márkára esküszöl a gyertyába? Vagy így milyen? Jó kérdés. Jó kérdés. Amúgy szerelő mondta, hogy ezt tegyem bele. És ez milyen? Beru. Iridium gyertya. Vicces, hogy én rántotta, nem? Négy pólusú, meg ugye izé van benne, 15V50, 300V motor. Aha. Meg csak 100-assal megy, meg följebb. Igen. 95-tel becsörög a motor. Az szép. Havasi szívócsonk, elektromos AC-val megy. Úgymond modernizált. Úgy kapja az üzemanyagot, a naftát. Jó, az egyenesbe? Jöhetünk. Ja. Annyi, hogy... Ez a kérdés, hogy sper. Miért nincs? Vagy miért nem mondtam a sper? Ja, na. Mert az úgy történt, hogy... Volt benne egy vadonatúj 4-3-as kiosztású higany, féles sper, 8 lamellás. De azt eladtam azért, mert hogy nekem majd E30 BMW futómű lesz alatta. Ami meg is lett, meg is szereztem, jó áron, állítólag jó áron, a zöld színentes, meg koffel volt újítva az egész, csak haver úgy volt, hogy megy ki Németbe, és vele tettük volna be, mert igazából úgy hely nem volt, meg heggesztés téren én nem vagyok azért annyira otthon, és úgy volt, hogy vele tesszük be, de ugye ment ki, végül nem ment ki, én meg addig ráadtam a futóművet, szóval most a kérdés az az, hogy vagy megy alá az E30 futómű, uh-huh. vagy megy vissza a sper. Hát igazából úgy vagyok vele, hogy jó lenne mind a kettő, csak az oldalanként 3 centi, 1-2, abba csináltassak még spert. Akkor már ott van, hogy amúgy megveszem a futóművet, még plusz kipótolom, és megvan ebbe a sper. Mert amúgy úgy vagyok vele, hogy kész, fasza, elnyerte a nevét, ismerik, de már úgy vagyok vele, hogy inkább ki szeretném most már használni. Aha. Mert azért állt 2 évet. Ilyen okból, olyan okból, motorhiba, váltóhiba,
És a E30 futómű az szakpak úgy, ahogy van rámegy? Vagy ott mit hát kell, nagyon mókolós? Hát az úgy lett volna, hogy kicsit mókolós, de amúgy igazából rettentő egyszerű. Aha. Fölrakni, mert két csavar kell a felfogatónak. Oda az ülés alá, a hátsó ülés alá kell egy talpat heggeszteni, és arra felcsavarozni, meg ugye ki kell mérni, hogy most pontos legyen. Meg a kardán kell lerövidíteni, ahhoz kell csinálni egy konzolt, ami rámegy a Lada kardánra, és rámegy a BMW Diffire. De a legnagyobb problémám az az, hogy a rendszert nem akarom megvágni. Mert rettentő olcsón jutottam hozzá, hála a járda barátomnak, és így igazából azt nem szeretném megvágni. Mert amúgy én szerintem nagyon jó hangja van, mert nem az, hogy ordít, hanem inkább mély. Na majd mindjárt meghallgatjuk. És az lenne az egyik variáció, hogy ami ott van bent a leömlőnek a helye, akkor úgy totál versenyesen, hogy a kaszniba hozom el a rendszert, egy 100-as csövet veszek, azt ketté vágom, beheggeztem a kaszniba, és akkor ott lenne elvezetve, ugye akkor feljebb kerülne a rendszer, és akkor úgy lehet, még akkor sem biztos, hogy elférne a futón, az E30 futómű. Szóval még ez is kérdés, hogy az hogy lenne. De igazából ezt tántorít el, csak hogy a rendszert nem akarom megvágni. Az jó kérdés. Értem. Az egy rejtély. Elsőnek az volt, hogy a kéder nyomja el, mert amúgy mindenhol ezek a gumik is vadonatújak, akkor itt a ablakkeretnek itt is végig vadonatúj benne minden. Minél gyárit lehetnék kapni az elég. Mm-hmm. Az igen. És akkor így tömítés részen full új minden, és azt mondták nekem, hogy a kéder miatt. Kivettem a kédert, azt ugyanilyen szar. Na jó, van akkor. És hol veszed el a darabokat? Baróker, vagy báróker, vagy mi, meg még. Nem. Van amúgy egy, kettő, három, meg otthon nálunk Borsodban volt ilyen ladás, ismerősnek a nevelőfaterja, de amúgy itt Budaörsön is van. Mondtak, hogy Budaörsön is van ilyen retro bolt, és akkor ott is lehet Lada alkatrészeket kapni. Pegazus, saváló végig. Kb. A hátsó üléstől, ahogy jön így a hattyúnyak, onnan 72 a belső átmérő. Azért az komoly, az komoly. Onnan végig előre, meg 62 a belső. Ez a váltóhang, ez nagyon jó. Thank you.
meglepő, de fullosan nem ér le. Sehol ez. Egyébként mellette van más autó, vagy ezt használod is? Van egy Passat apának, és akkor ha úgy van, akkor megy a Passat. Aha.
lábat állított a lift, ugye? Aha. Azért jó kiélvezni néha-néha. Hát igen. Meg lámpától lámpáig, jó, most perrel sokkal jobb lett volna. Gondolom. De most ezt tudjuk, hogy milyen, mekkora áttételes, ami most benne van? 3,9. És amúgy 4,3 lenne a váltónak a kiosztásával, mert a váltó a 4,3-os kiosztásúhoz lett csináltatva. Aha. És akkor a 4,3-os diffivel adná ki a 4,7-et a váltó. Azért az... ja. Na jó van. Hát srácok, hogyha van kérdés, bármi, akkor azt írjátok. Ja, biztos, hogy lesz kérdés, hogy miért nincsen tőcsavar. A
bal elsőbe, az azért van, mert ahogy meg lett húzva, megpattant és eltört. Na majd orvosolva lesz, ne aggódjatok. Szerintem majd még látjátok az autót itt, kiállításig biztos, hogy viszed meg minden. Hát meg Pesten is, az éjszakába. Meg Pesten az éjszakába, ja. Na jó, úgyhogy ennyi volt. Sziasztok! Sziasztok! Before we come. You're no hero, so don't act like it. Please don't treat me like I'm your sidekick. 'Cause I watch TV, I see how life is.